mivel még sosem voltam országos horgászbajnokságon, ezért úgy döntöttem, hogy megnézek egyet közelebbről. Itt vagyok most a Munkácsi horgásztavon, ahol hétvégén egy igen jeles esemény lesz majd megtartva. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Hétvégén a Method Feeder országos bajnokságnak lesz a selejtezője, ami gyakorlatilag 16 fővel lesz megrendezve. Ez programban azt jelenti, hogy péntek, szombat, illetve vasárnap van kötött programunk, mai nap pedig az egy szabad edzésről szól, ami kicsit kötetlenebb. Hát ilyenkor megpróbáljuk felmérni azt, hogy milyen távon és adott esetben milyen színnel és milyen etetőanyaggal tudunk a lehető leggyorsabban kapást kicsikarni. Mi egy kétfős csapat vagyunk, tehát az igazán nagy csapatoktól még távol állunk, de hát mi körülbelül egy hete próbálunk készülni erre a versenyre. Egyébként mind a ketten Békés megyeiek vagyunk, tehát gyakran nyílik lehetőségünk lelátogatni a tóra. Azonban azt vettük észre, hogy a korábbi években szerzett információk nem mindig vezetnek eredményre, csak abból próbálja összerakni a horgász az információit. Mi az elmúlt egy hetet áldoztuk arra, hogy felkészüljünk erre, ketten a csapattársammal. Nyilván nagyobb csapatok több főből állnak, összehangoltabban tudnak készülni, több információhoz tudnak jutni, de úgy gondolom, hogy ez a egy hét, amit rá tudtunk fordítani a felkészülésre, ez már kiemelkedően jónak mondható. De közben srácok, bocsássatok meg. Na, kapás. Nos, ezért ülünk itt. Ezért, hogy így hajoljon a bot. Így van. Hát igen, ezt minden horgász szeretne, amikor így hajlik a bot. Közben azt is lesem, hogy merre járhat a halam, mert nem szeretném bemutatni azt, amiről beszélek. Igen. Tehát az országos szabályzat szerint, ha én most fárasztom ezt a halat, és igen, a tőlem jobbra vagy balra ülő szomszédaimat, illetve az ő szereléküket, ha összeszedem, és ez a szálkolás pillanatáig, tehát birtokba vételig természetesen nem akad szét, ez azt jelenti, hogy külső befolyás nélkül nem válik ketté a szerelék, abban az esetben ezt nem helyezhetem bele a haltartómba, tehát gyakorlatilag az a 20-30 perc, amíg megpróbáltam a kapást elérni, illetve amit belefektettem a fárasztásba, az gyakorlatilag semmit nem ért. Ez a mai nap ez kevesebb téttel bír, ilyenkor még a szövetség biztosít egy napot a horgászok számára, hogy felkészülhessen. És az edzésnap az mivel másabb a mai napnál? Hogy az jobban lesz így felügyelve igazából? Vagy gyakorlatilag mi? Igen, ott már az már egy kötöttebb műfaj, tehát a mai nap a több tapasztalat gyűjtés érdekében engedélyezett mondjuk a két bottal való horgászat. Hát gondolom ennek a gyakorlati része az, hogy valaki felméri, hogy egy időben még távon számíthat több, nagyobb, de inkább a több halra. Így van, így, a dolog. Így van. Azonban csalóka, mert ugye a két bot használata az egy gyorsabb, tehát sokkal inkább feleteti maga előtt a helyet két bottal, mint sem egyet, tehát gyakorlatilag egy illúziót is kialakíthat magába, ami félre is vezetheti a horgászt, de igen, tehát a mai napot a holnapi naptól leginkább a kötöttség az, ami megkülönbözteti. Nyilván, aki a versenyre készül, az ilyenkor már megpróbálja fejbe összerakni, de gyakorlatilag a mai nap annyiba tér el, hogy egy sokkal kötetlenebb. Norbi gyönyörű szép pontja után egy másik, jelölt pont is horogra került, ami a fogásokat illetően jó előjel volt a verseny napjára. Két nap múlva a versenyzők nagy buzgón kezdték meg az etető dobásokat. Majd megszólalt a kürt, s immár élesbe vetették be csaliukat. Majd feszült izgalommal várakoztak az első kapásra, miközben én tovább gyűjtöttem az információt a Method Feeder versenyről, először is annak újdonságáról. Hát ez elég friss sportág még a horgászat történetébe. Legrégebbi az úszós, finomszerelékes, utána jött a hosszú előkés féder. Hol lehet ezeket megrendezni egyébként, az ilyen országos bajnokságokat? Hát a MOHOSZ által kijelölt vizeken. Igazából van valami feltétele ennek? Hát, hogy elférjen X létszám rajta, meg legyen hal a vízbe azért.
akkor nem nincs úgy túlzásba véve. Nincs. Hogy lehet nevezni egy ilyen versenyre? Van valamilyen feltétele neki? Igen. Hát nyilván rendelkezni kell a hétköznapi horgászathoz szükséges okmányokkal, vizsgákkal, illetve ezen túl gyakorlatilag bárkinek lehetősége van, akinek ilyen ambíciói vannak, kiváltani egy úgynevezett versenyzői engedélyt. Ez gyakorlatilag a horgászjegy.hu, tehát a MOLSZ által üzemeltetett oldalon van lehetősége. Ennek a metód módszernek alapvetően kétféle ága van, van az egyén, illetve a csapat. Jelen esetben itt ezen a partszakaszon két szektor lesz kijelölve, két szektorban 8-8 versenyző fog indulni, aki a legtöbb súlyt fogja, ő lesz a szektor 1, aki a legkevesebbet, ő a szektor 8. helyezettje. Gyakorlatilag két fordulóból áll ez a selejtező, egy szombat, illetve egy vasárnapi fordulóból, és a két forduló során elért eredményt fogják vasárnap délután díjazni, és gyakorlatilag ennek a selejtezőnek 3 továbbjutója lesz, majd a közép döntőbe. Úgy ugye vannak itt, akik felügyelik ezt a dolgot, ezt általában a helyi horgász egyesület jelöli ki ezt, vagy ez hogy néz ki? Vagy kell ehhez valami alkalmatosság? Ilyet 4 fős versenybizottságot kell létrehozni, hogyha különböző óvások vannak, akkor ez a 4 fő fogja eldönteni, hogy helyes az óvás, vagy nem helyes. Hát mi ez a szektor? Szektor, hát ki van jelölve egy adott versenyzőnek 12 méteres szakasza, oda pakolhatja be a cuccát, a felszerelését, és onnan horgászhat. Nyilván képzeletbeli vonallal együtt horgászhat, ami ki van téve ilyen szallaggal. Azon belül kell horgászni. És oda beléphet más is, vagy csak ő? Csak a versenybíró léphet be meg ő, és ha kijön onnan, elmegy WC-re vagy cigarettázni, akkor a botot ki kell vegye, addig még nincs ment a szektorba. Ugye a fédelt botoknak a maximális hossza van szabályozva, ami emlékezetem szerint 4 méter 50 centi, de erre nem mernék mérget venni. A horgászat egy bottal történhet, egyébként meg rendelkezésre állhat korlátlan számú egyéb horgászbot. A végszerelék nyilván egy horog lehet rajta, a kosár alapvetően lehet úgymond végtelenségig csúszó, de meg is lehet ütköztetni. Maximum 25 centi is lehet az előke. Tulajdonképpen ennyi, meg a kosár, metódkosarakat használhat. Az, hogy milyen súlyú, vagy milyen fajta, az mindegy? Csak metódkosár, súlyban nincs meghatározva, akár mekkora lehet. Előke zsinór horog? Csak monofil zsinór lehet. Főzsinórnak is, előkének is. És a horog az szaká nélküli? Vagy? Nem feltétlen, nincs kikötve a szabályzatba. Tehát etetőanyagból átrostált, nedvesített, kész állapotú etetőanyagból maximum 8 litert lehet erre a rajthelyre behozni, ami azt jelenti, hogy hát nyilván ebbe bele kell férjen minden. Tehát adott esetben, hogyha valaki szeretne magokat használni, a porálegő etetőanyagot, a pelletjét, ezeknek mind bele kell férnie. Ez gyakorlatilag egy olyan bödörbe kell igazolni, amiben van skálázva, és 8 litert nem lépheti túl. Csalik. Csaliból korlátlan mennyiségű állhat a versenyző rendelkezésére. Egy a lényeg, hogy egy fajtából talán egy decinél nem lehet több, de ez megint egy annyira túlzott mennyiség, azért metódhorgászatnál nincs szükség ennél többre, hogy a felső határát szerintem senki nem szokta megfeszegetni. Segítő is van, ha jól tudom, ugye? Igen, nekem a barátnőm, akinek ezúton is szeretném megköszönni, mert rengeteget tud segíteni. De gyakorlatilag itt a horgász alapvetően a spicére koncentrál a verseny 90%-a alatt. A segítőnek gyakorlatilag az a szerepe, hogy ő az egész pályával tisztában legyen, adott esetben nem tudom, egy pár jó szót intéz a horgászhoz, sokszor ez is nagyon fontos. Például barátnőm gyakran rám szól, hogy figyeljek oda a folyadékra, amire hajlamos vagyok megfeledkezni, nyilván annyira koncentrálok a horgászatra. Ezek apró dolognak tűnnek, de higgyétek el, fontosak ahhoz, hogy valaki az 5 órát végig koncentráltan tudja horgászni. És mi van, hogyha fogtok halat, akkor azt most gondolom gyűjtitek egy ideig, vagy meg van határozva a mennyiség, vagy esetleg fogtok nagy halat azzal, amit kell csinálni? Értem. Egy szágba maximum 20 kg halat lehet elhelyezni, egy ilyen haltartónak pedig minimum 3,5 méternek kell lenni. Ez gyakorlatilag ez a halak védelmét szolgálja. Ha valaki egy 5 kg fölötti halat fog, azt azonnal jeleznie kell, és akkor időközben azt a pályabírók, illetve a szektorbírók az bemérik. Viszont itt nagyon oda kell figyelni arra, hogy ne lépjük túl a 20 kilót, már 30 kilót fogunk bele egy haltartóba, akkor is csak maximum 20 kilót mérnek be. Tehát gyakorlatilag meg tudja magát szivatni a horgász ezzel. Akkor jelezni kell. Tehát a halattárolás az így történik, igen. Jó.
Köszönöm szépen. Igazán nincs mit tudom is. Akkor ugye azt beszéltük, hogy 3 díjazott lesz, ilyenkor mit kapnak ők? 3 darab vagy? Serleget kapnak. Uh-huh. Meg annyi, hogy bejutottak a középdöntőbe. Uh-huh. De akkor itt ilyen pénzdíjazás, meg ilyesmi, semmi nincs. A fárasztó verseny után végre elérkezett az eredményhirdetés, hogy a megérdemelt kupákat kiosszák a dobogós helyezetteknek. Elsőként Vajas Viktor kapta meg a 3. helyezettért járó kupát. Majd Megyeri Norbert következett az előkelő 2. helyezéssel. Aki után a dobogó képzeletbeli legfelső fokára csapattársa Medve István állt. Mindannyiuknak ezúton is gratulálok!